Isten hozott a világegyetemben. Ide születtél, itt laksz, ez az otthonod. Tekints fel az égre egy felhőtlen, sötét éjszakán. Mit látsz? Nos, először is a csillagokat, melyek közül kb. 3000-et figyelhetsz meg, de észreveheted a csillagképeket is, ha szempüles vagy. Ezek csillagcsoportok, melyekről az élén képzeletű ókori emberek azt hitték, hogy történelmi hősöket és állatokat ábrázolnak. A csillagászok ma 88 csillagképet tartanak számon. Biztosan te is hallottál már a göncölszekéről, vagy mondjuk a nagykutyáról. A csillagok olyan messze vannak, hogy évekig tart, amíg elér hozzánk a fényük. Egyes csillagokról pedig több millió éven keresztül utazik hozzánk a fény. A bolygókat apró pontoknak látjuk az égen, de csak akkor, ha a nap fénye visszaverődik róluk. Távolságuk miatt teleszkóppal tudjuk megvizsgálni őket. A Földhöz legközelebb eső bolygót, a Holdat azonban könnyen szemügyre vehetjük távcső nélkül is, hiszen szépen világít nekünk az éjszakai égbolton. Rajta kívül az aszteroidák, azaz a kisbolygók, az eget sebesen hasító meteorok és az üstökösök tartoznak a világűr látványos jelenségei közé. Végül pedig ott van maga az űr, ez a végtelen légüres tér, a maga sötét, fekete hátterével. Az embert a legkorábbi időktől, már az őskortól kezdve elbűvölte a világűr. Jól látta, hogyan felkel, majd lenyugszik a nap, de a többi égitest viselkedése is foglalkoztatta. Az egyik legősibb csillagvizsgáló az Angliában található Stonehenge, amely Krisztus előtt 3000 és 2100 között készülhetett. Ez a hatalmas építmény a kőkorszaki ember asztronómiai érdeklődésének jele. Az egyes kövek által alkotott vonalak a napfelkeltét vagy a napnyugtát jelölték bizonyos időpontokban. Régen úgy gondolták, hogy a világ mindenség középpontja a Föld. Egy ókori görög csillagász, Ptolemaiosz, be is bizonyította ezt. A bonyolult számításokkal megindokolt földközpontú, azaz geocentrikus világkép elmélete közel 1500 éven keresztül élt. Aztán hirtelen megingott az ókori bizonyosságba vetett hit. Nikolaus Kopernikus lengyel csillagász már nem hitt abban, hogy a Föld a világegyetem középpontja. 1543-ban ő állította először, hogy a Föld és a többi bolygó a nap körül kering. Ez a forradalmi gondolat a modernkori csillagászat és a heliocentrikus, tehát napközpontú világkép születését jelentette. A katolikus egyház betiltotta a lengyel csillagász könyvét, mivel az ellenmondott a Biblia tanításainak. Ráadásul az emberek többsége kigúnyolta Kopernikus elgondolását, és bolondnak tartották a tudóst. A távcsövek és egyéb találmányok, például az iránytű megjelenése azonban azt eredményezte, hogy a közvélemény lassan kezdte elfogadni Kopernikus világképét. A 16-17. Században élő tudósok, a dán Tygó Brahe, az olasz Galileo Galilei, a német Johannes Kepler, valamint az angol Sir Isaac Newton egyetértettek abban, hogy a lengyel csillagásznak mindenben igaza volt. Közülük az itáliai Pisa városából származó Galilei volt az, aki végérvényesen megváltoztatta a tudományt és átalakította az univerzumról alkotott képünket. Csillagászati eredményei mellett az olasz tudós dicsőség listáját számtalan természettudományos felfedezés is gazdagítja. Ő végzett elsőként fizikai és mechanikai méréseket is, mert kezdetben a mozgás megértése érdekelte a legjobban. Kísérleteivel új módszereket adott a fizikának. Nézzük meg, hogy miként fest Galilei leghíresebb kísérlete, az ejtési kísérlet a gyakorlatban. Itt vagyunk, úton vagyunk a Tiszapartra, ebben a gyönyörű szép őszi időben, ahol Ágoston nagyfiammal, aki másodikos általános iskolás, Galileo Galilei híres ejtési kísérletét fogjuk lemodellezni. Néhány papírlap, egy 5 kilós medicillabda és egy teljesen egyszerű mezei focilabda segítségével. Tartsatok velünk! Thank you.
Arisztotelész szerint a nehezebb testek gyorsabban esnek le a földre, mint a könnyebbek. A nagy ókori görög filozófus azonban nem vette figyelembe a levegő ellenállását, mivel kísérleteket sem végeztek még akkoriban. Galilei híres ejtési kísérletének magyarázata a közeg ellenállásban keresendő. Ez többek között függ a zuhanótest alakjától, felületének nagyságától, valamint az azt körülvevő közeg sűrűségétől is. Nézzük meg mindez két azonos súlyú papírlap esetében előbb sértetlenül, majd ezt követően úgy, hogy a kísérlet előtt az egyiket jó alaposan galacsinnát gyűrjük össze. Az összegyűrt papírlapra lényegesen kisebb közegellenállás hat, ezért az hamarabb is ér földet, mint a sima lap, pedig mindkettőnek ugyanolyan a súlya. A kísérlet közben azonos nagyságú nehézségi erő hat rájuk, a közegellenállási erő viszont kisebb az összegyűrt papírlapnál, így az nyeri a versenyt. Oké, de mi a helyzet egy 5 kg-os iskolai medicilabda és egy átlagos szabványméretű focilabda esetében? Habár mindkét sporteszköz nagyjából hasonló alakú, azaz gömbölyű, a súlyuk jelentősen eltér egymástól. Ezt a kétségtelenül nehezen megcáfolható tényt Ágoston is megtapasztalhatta a labdavezetés közben. Szabad eséskor ennek már semmi jelentősége. Mivel a két labdának azonos az alakja, azok a súlyuktól függetlenül nagyjából azonos időben is érnek földet. Feltéve persze, ha azonos magasságból, azonos időpontban engedjük el őket. Arisztotelész meghaladott tézisét 1604 körül száfolta meg az akkor még főként fizikai érdeklődésű Galilei, akiben mindezért sok más egyéb mellett a kísérleti fizika atyát is tisztelhetjük. 1971-ben a légkörrel nem rendelkező holdon egy bizonyos Dave Scott nevű amerikai űrhajós is lemodellezte ezt a híres súlypróbát. Egy madártollat és egy kalapácsot ejtett le egyszerre a kezeiből. Ez a két földi tárgy a rájuk ható azonos közegellenállás miatt súlyuktól függetlenül ugyanabban a pillanatban értek földet. Pontosabban holdat. Galilei elmélete tehát a világűrben is helyesnek bizonyult. Téves az a mára elterjedt hiedelem, miszerint Galilei találta volna fel a távcsövet, de ő volt az, aki először használt saját készítésű teleszkópot az égbolt vizsgálatára. 1609-ben megalkotta az első olyan csillagászati messzelátót, amellyel körülbelül 30-szoros nagyítású képet kapott a csillagokról, s amelyet Velencében be is mutatott. Igazolni akartam, hogy tévedés volt a geocentrikus modell. A teleszkóppal alaposan megfigyeltem a holdat, és mindent feljegyeztem, amit találtam. Sok teleszkópot készítettem, egyre erősebb nagyítással. A hold volt Galileo első célpontja, lenyűgözte a látvány, éjszakáról éjszakára döbbenetes részletességgel lerajzolta, ahogy egyre jobban kitelt növekvő fázisban, aztán csodás felfedezést. Rájöttem, hogy a hold világos és sötét oldala között szabálytalan a határ. Hegyek vannak, kráterek, völgyek. A hold feltérképezésén kívül Galilei rengeteg egyéb adalékkal járult hozzá a csillagászat tudományához. Ilyen volt a napfoltok felfedezése, vagy a nap tengelyforgási idejének kiszámítása is. Megállapította, hogy a tejút halványan derengő csillagok tízezreiből áll. Felismerte azt is, hogy az univerzum valószínűleg végtelen. Felfedezte a Szaturnusz gyűrűit és a Jupiter négy holdját, a Jót, az Európát, a Ganymédészt és a Kallisztót. Rájött, hogy ezek a Jupiter körül keringenek. A Vénusz is megfigyelte, ami bizonyítékul szolgált számára Kopernikusz igazát illetően. Galilei megfigyeléseit a Párbeszédek című művében foglalt össze, amelyben a két világrendszerről, a Ptolemaiosziról és a Kopernikusziról értekezett. Ennek az lett a következménye, hogy rosszakarói feljelentették az inkvizíciónál, mert a mű ütközött a Biblia tanításaival. Sokan a teleszkópját is ócsárolták, és azt mondták, hogy a vele látott új felfedezések csupán a fénytörés játékai. Akadtak olyanok is a becsmélői között, akik még a belepillantást se tartották érdemesnek a távcsőbe, hiszen amit az égen látni lehet, az úgy is elolvasható Arisztotelésznél. Amiről meg ő nem ír, az úgy sincsen.
Nem már! Minő meglepetés, hogy a Holdon is van táj! Nem igazán észbontó hír? Nos, abban az időben az volt, kedves uram. Amikor én éltem Itáliában, 1610 körül, mindenki azt hitte, hogy a nap és hold vonatkozásában minden ugyanúgy van, mint Arisztotelész idején. A nap és a hold tökéletes égi testek. Nincsenek törések tökéletes felszínükön. Ah, ön művész! Egyike az itáliai művészeknek, akik az ókori görögöket utánozzák. Árulj el, mi ez a térkép, amit rajzol? Ez tájkép a holdról. Nem. Ezek a reneszánsz itáliaiak mind egyformák. Eltorzítják tudásunkat, hogy a világegyetem ne legyen olyan tökéletes, mint amilyen. Csak azt rajzolom, amit láttam. Nem teszek hozzá semmit. Arisztotelész azt mondta, az égi testek gömbölyűek és tökéletesek. Különben azt mondhatnánk, Isten tökéletlen világot teremtett. Galilei egész életében harcolt a kopernikuszi tanok elfogadásáért, így nem csoda, hogy szembe került a római katolikus egyházzal. A pápa szerint elméletei ellentmondtak Isten nagy törvényeinek és a Bibliának, ezért a csillagász eretnekséggel vádolta meg a római egyházfő. Az inkvizíció azzal fenyegette a lobbanékony habitusú tudóst, hogy börtönbe vetik. A mendemondákkal ellentétben azonban Galilei még az egyházi elmarasztalását követően sem töltött egy percet sem rabláncon. A kényszer hatására Galilei 1632-ben visszavonta az állításait, s élete utolsó 9 évét házi őrizetben a négy fal között töltötte. A legenda szerint, amikor az inkvizíció elítélte Galileit, így kiáltott fel latinul. És mégis mozog a föld. Annak ellenére, hogy öregkorára teljesen megvakult, az agasztronómus egészen 1642-ben bekövetkezett haláláig folytatta tovább tudományos munkáját. Stephen Hawking, a nemrég elhunyt angol elméleti fizikus szerint Galilei mindenki másnál többet tett a történelemben a modern tudomány születéséért.